Üdvözlöm a Hitrádió hallgatóit! A visszapillantó mai adásában témánk a Római Birodalom továbbélése. Vendégünk itt a stúdióban Pókec Kovács Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Nagyon köszönjük professzor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Egy klasszikus komédia kérdésével kezdeném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, hogy mit teszi vonzóvá Rómát, ami miatt az elmúlt évszázadokban számos birodalom példaként tekintett rá, és miért van a nosztalgia, hogy mi több számos birodalom Róma folytatásaként és örökeseként tartja magát számon, vagy akart, ez akart lenni. A birodalom szó, a birodalom kifejezés önmagában vitatott a történettudományba. Azt mondhatjuk, hogy sokféle megközelítése létezik, de az egészen egyértelmű, hogy a római birodalom az, az első, első között áll, mint adó a későbbi birodalmak számára is. Maga ez a birodalom szó impérium, szintén római találmány. Az impérium kezdetben tekintét jelentett, majd állami főhatalmat, és ugye a köztársaságból a császárságba való átmenet, ami az időszámításunk környékén zajlott le, fogva beszélhetünk impérium románumról, vagyis római birodalomról. Ez a római birodalom az akkori világnak a legkiterjedtebb hatalma volt, ahogy egy jogi forrásba fogalmaznak is, a teljes világnak az ura Antoninus Pius császár. Egyébként egy nagyon érdekes jogi dokumentumban találjuk ezt meg. A, az úgynevezett Lex Rodia a tengeri viharba került hajóból, amikor kidobják az árut, egy magájogi kérdésbe fogla, fordulnak a császárhoz, és ő nyilatkozik úgy, hogy bár az egész világ ura vagyok, de a tengereknek még én sem parancsolok. Tehát gyakorlatilag ettől a Principátus korától beszélhetünk uh, igazán római birodalomról, amely mint közismert ugye a 5. század végig 476-ig mint nyugatrómai birodalom élt, és ugye akkor megbut, megbukott. Mik voltak ennek a romai birodalomnak a jellemzői, amely a későbbi korok számára mintaként szolgált. Hát mindenképpen uh, meg kell említenünk azt, hogy uh, területileg az akkori világ legnagyobb kiterjedésű hatalma volt. Több száz népet fogott át, középpontja a földközi tenger medencéje volt, és ugye a földközi tenger északi, déli, keleti és nyugati irányában is folyamatosan terjeszkedett. Ez a másik jellemzője a római birodalomnak, hogy terjeszkedik, és ez később elmondható lesz valamennyi birodalomról, amit birodalomnak nevezhetünk, hogy igyekszik hatalmát kiterjeszteni. Róma a hatalmát egyrészt azért tudta kiterjeszteni, mert a kor legkiválóbb hadseregével rendelkezett, másrészt pedig nem csak kiterjeszteni tudta, hanem időben, huzamosabb ideig fenn is tudta tartani. Ha csak a római császárság időszakát nézzük, ami körülbelül az időszámításunk előtti hát 31-től, ugye Augustusnak a hatalomra jutásától egészen, ugye a, a, a Romulus Augustulus trónról való letaszítása egy 476-ig tart, akkor is legalább egy 5 évszázados birodalom, de gyakorlatilag a római birodalom kiépítése az megkezdődött már korábban az időszámításunk előtti harmadik századtól, az úgynevezett punháborúk korától kezdődően. Tehát mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a kiterjedtség mellett ugye a akkori világ legnagyobb birodalma, legnagyobb területű idézőjelben állama volt, és ö, időben is ö, nagyon hosszú ö, időszakban állt fenn. Az erős hadsereg mellett, mert ugye a a növekedést a hadsereg tudja biztosítani, de a tartóságát egy államnak, egy birodalomnak a jogrend és az igazgatás megszervezése tudja fenntartani. A birodalom hosszú életének, a római birodalom hosszú életének egyértelmű titka a római államberendezkedésben található meg a rómaiakról ismeretes, hogy ö, kiváló jogászok voltak, ugye a római magájog napjainkig Európa ö, szinte valamennyi egyetemén a jogászképzésbe kötelező tárgy, de nem csak a magánjogban, hanem a közjogban is ö, kiváló ö, elképzeléseik és ö, újításaik voltak, és ez azt jelentette, hogy igyekeztek a növekvő birodalmat ö, centralizálni, vagyis fenntartani azt, hogy Rómából, a központból a legtávolabbi részekig elnyúlóan is hát egy egységes kormányzat legyen. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ezt nagyon intelligensen alkották meg. Rómát, a meghódított területek tekintetében csak az érdekelte, hogy az úgynevezett provinciák, ugye központtól távol eső területek az adót befizessék, illetve a megfelelő számú katonát ö, kiállítsák. Ettől ö, ezen túl nem törekedtek arra, hogy a kultúrájukat, a gondolkodásukat vagy a vallásukat ráerőltessék szokásaikat a meghódított népekre. Ez egy nagyon fontos ö, különbség, különösen a újkori, legújabbkori birodalmak tekintetében, akik ugye nem elégszenek meg egyfajta központi kormányzattal, nem adnak kellő szabadságot ugye a meghódított népeknek, ezek a birodalmak időben sokkal rövidebb ideig tudnak fennállni. Na most ez a központi kormányzat, ez az idők során egy mindmáig csodált állami igazgatási rend felépítéséig vezetett, ami azt jelentette volt egy központi kormányzat Rómában, majd mikor 395-ben két részre szakad a, a Római Birodalom nyugat és kelt, Római Birodalomban Rómában és Konstantinápolisba, későbbi Konstantinápolyba, vagy amit majd Bizáncba neveznek, két helyen központi kormányzat, és ezen túl pedig a mai, körülbelül a mai Európai Unió területétvel megegyező nagyságú impérium románumba pedig három szintű igazgatást hoztak létre, kezdve azzal, hogy körülbelül Diocletianus korában 130 provincia volt, ezek a provinciák felelhetetők meg ma egy kisebb országnak, tehát egy ilyen 3-5 milliós országnak. A provinciák fölött diocéziszek voltak, ez 3-5 provinciát foglalt magába, illetve a diocéziszek is úgynevezett prefektúrákba, prefektúrákba voltak beosztva, ebből három, illetve négy létezett az egész birodalomban, kelet-római birodalomban is két prefektúra és a nyugat-római birodalomban is. Ezeknek az élén természetesen Róma által kinevezett tisztviselők álltak, de egyébként, mint a, ö, 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 a népek egymás közötti ö, szokásaiba, házassági, szabályaikba, öröklési szabályaikba meghagyták a helyi jogokat, nagyfokú szabadságot hagytak a megkondított népek kultúrájának, tehát nem kívántak beleszólni, hogy hogyan éljenek, amennyiben a Rómától befizett, elvárt befizetett adót hát, teljesítették, illetve katonailag támogatták Rómát, ha szükség volt rá, illetve hát, hogyha nem lázadtak ugye a római államrendellen. Nagyon érdekes volt, amire most már kitértünk, hogy, hogy a egyik sikerét Rómának, a római birodalomnak az adta, hogy nem erőltette rá vallás, kultúrát, nyelvet. De mégis valahogy van annak egy emléke, hogy azért mégis a római birodalom kezdte el a, a, nagy keresztény üldözéseket, tehát amikor is egy bizonyos réteg a birodalmon belül valahogy nem annyira akartam mondjuk a császárt imádni, meg hát, tehát hogy, ennek, tehát, hogy ez, ez miként egyeztethető össze ezzel a ez a jellemzővel a, ennek a birodalomnak? Ugye a keresztény üldözés az csak egy meghatározott periódusában volt jellemző a római államrendnek, és akkor sem elsősorban, mint hát vallás volt vele problémája, hiszen a rómaiak vallási tekintetben meglehetősen toleránsak voltak, ugye politeista felfogást vallották, több isten tisztelete is lehetséges volt, a régi római hagyományos istenek, a görög istenek, vagy keleti több isten kultuszok is engedélyezve voltak. A kereszténység a kezdeti időszakba magára az államra jelentett veszélyt, vagy legalábbis így gondolták, ezért folytathattak keresztény üldözéseket egyes császárok, de mint tudjuk, ugye a harmadik századtól, nagy Konstantinus idejétől fogva bevett, majd ö, a későbbiekben egyenesen államvallásá is vált a korábban üldözött keresztény vallás. Tehát az üldözött vallásból ugye hát ö, bevett állam által elismert és államvallásá is lett. Ez egy ö, nagyon fontos tényező, és gyakorlatilag hát mind a mellett, hogy az elbukó római birodalom a bizánci birodalomban, kelet-római császárságban tovább élt, a keresztény vallás, ami ugye a római államnyelvét, a latin nyelvet vette át, gyakorlatilag kulturálisan ugye a latin nyelven keresztül a már megszűnt római államrendet is a európai kultúra figyelmének középpontjába tudta tartani. És arra visszatérve, hogy több birodalom is a róma eleste után, hogy így, így fogalmazzunk, valahogy több birodalom is úgy hirdette magát, vagy azt tanította magáról, hogy ő róma örököse, vagy legalábbis róma folytatása. Tehát így tudhatjuk ezt a bizánci birodalomról, a frank birodalom is ezt így, megemlítette, aztán utána létrejött a német-római császárság is, még benne is lett a nevében ez, hogy erre, erre akarnak utalni, de, de ugyanígy aztán később még a, az oszmán birodalom is úgy tartotta, hogy ő Róma örököse. Tehát, hogy mit lehet erről tudni, hogy ez miért, miért alakult ki több birodalom alapító, vagy több államnak a vezetői között, hogy a Rómát kell folytatni, vagy, vagy utánozni, vagy annak az örökösének mi lehetünk, mi lehetünk az örököse az ő, ő, ő A szorbon híres történésze Jean Toulard, aki egyébként a francia akadémia tagja, professzor, történész professzor, aki a ö, birodalmak történetének nagy szakértője, a birodalom egyik ismérvének tartja azt, hogy valami fajta ö, közös híd van a saját ö, felsőbbrendű értékeibe. Na most ö, Róma a civilizált világot jelentette az ókorba, a nyugat-római birodalom bukása ö, az egy hatalmas kulturális visszaesést hozott Nyugat-Európába, amit hosszú évszázadokon keresztül ö, sem ö, sikerült talán ledolgoznia a, ö, az emberiségnek. És éppen ezért, éppen ezért, mert mindig a civilizáció, a kulturális anyagi jólét és a jól szervezett jogilag, tehát nem háborúkkal, hanem a társadalmi konfliktusokat, békés eszközökkel nem megoldó joggal kezelni a konfliktusokat, ezek mind olyan értékek, amelyeket Róma egyszerre tudott biztosítani. Bukása után e, nyilvánvaló, hogy egy hatalmi űr keletkezett, és ami a romai nyugatrómai birodalom bukása után jött, az e, e, hogy úgymond nem érte el sem az anyagi jólét, sem pedig a nagyon jól szervezett állam, a kultúra szempontjából sem azt a színvonalat, amit a római birodalom hosszú évszázadokon keresztül biztosítani tudott. Éppen ezért ugye elsőként a kelet-római birodalom, ami egyébként saját magát Bizáncnak soha nem nevezte, csak későbbiekben nevezik, ugye Bizáncnak, az tovább él a 476-os nyugat, európai, a nyugat-római birodalom bukása után még nagyon hosszú ideig, 1453-ig, az oszmán törökök által elfoglalt. Bizánc bukásáig tartja magát, és ő tartja magát a római birodalom örökösének. Ezt könnyen megtehette, hiszen valójában ő ténylegesen a római birodalomnak a része volt, amikor a barbárok elfoglalták Róma városát, akkor a császári elvényeket át is küldik Bizáncba, tehát a megmaradó birodalom rész, joggal mondhatja magáról, hogy ő Róma örököse. Azt mondom, ez a kelet-római bi birodalom, ö, vagy kelet-római császárság, nagyon érdekes ugye, hogy a, a, a birodalomnak az élén álló személy ugye ö, szintén ö, római példa, ugye a császár, Cézár szóból, ugye német ugye a Kaiser a Cézár szóból, aztán ugye a cár, orosz cár szó is ezt veszi át, ugye császárságként, császársággal is azonosítják nagyon gyakran ugye, a birodalmakat, Természetesen van olyan birodalom, aminek az élén nem e, császár áll, de a, a Rómát, e, mint aként vevő birodalmak ebben is igyekeznek e, másolni, hogy a birodalom élén egy személy áll, egy telj hatalmú ugye, császár. Na most a kelet római birodalom a bizánci birodalom azonban már nem latin nyelvű lesz, hanem görög nyelvű, és ugye a egyház szakadás után ugye a keleti kereszténységnek a központja legs, ugye, a ortodoxiának a központja. Míg ugye Róma bukása után is a katolikus világ, a római katolikus világ központja, ugye Róma városa, ugye az ott székelő pápával. Tehát gyakorlatilag a nyugatrómai birodalom vagy császárság bukása után egyrészt keleten, a, ami magába foglalja ugye a a mai dél-balkáni, illetve kis területeket él tovább. Nyugat-Európában pedig nagyon sokáig várni kell. Majdnem azt lehet mondani, hogy hát három, több mint három évszázadot, amikor is ugye a frank államból megint csak egy frank birodalom alakul ki, és ugye Nagy Károly magát Róma a nyugatrómai birodalom örökösének tartva, ugye 800 karácsonyán a monda szerint ugye, császára is koronázzák. Ez megint csak ugye, annak a jelképe, hogy ő a római birodalom élén áll, a nyugatromai birodalom élén, mint császár, és így a császári címet is felveszi. Na most ez a frank birodalom és frank császárság természetesen nem tudott hosszú életű maradni, már a 9. században, 840-es években a verdőni szerződésbe több részre bontják, és ennek az egyik rész eleme ugye a... Otto vezetésével hozza létre gyakorlatilag 962-től a német-római birodalmat, német-római birodalmat. Na most ez a később ugye a Szent Német-Római Birodalom nevet kapja, és viszonylag hosszú időn keresztül fennállt, ugye 962-től egészen 1806-ig a napóleoni Háborúk idejéig állt fenn. Azonban ez a Szent Német-Római Birodalom, hát ahogy Volter mondta, se nem volt Szent, Szent se volt, Római se volt, mert inkább Német volt, és hát igazából birodalom se volt, mert egy sajátos elem hiányzott, nevezetesen a központi, centralizált igazgatás hiányzott belőle, és az, hogy egy politikai közösséget, politikai és pénzügyi közösséget ugye alkosson, ezt hiányzott belőle, helyette királyságok, hercegségek, püspökségek, lovag államok alkották, tehát egy meglehetősen heterogén összetett állam volt, de hát annyiban azért... Az ókori Rómához hasonlóan ö, hosszú ideig tudott élni, mert ő is meglehetős szabadságot adott, ugye az uralma alá vont népeknek, és ugye ezért tudott nagyon hosszú ideig fennállni, de valójában ő, ez a szent német-római császárság, ugye az élén császár állt, ugye a hét választófejedem által választott császár, és ezt a császári címet egy idő után a Habsburg család monopolizálta, de gyakorlatilag ez csak egy névleges császárság volt, valójában a német romai birodalomnak az államszervei nem igazán épültek ki, csupán a államisága csupán abban állt, hogy volt egy kancellárja, a manci érsek, és majd 1400-as évek végén egy birodalmi kamarai bíróság is létrejött, ezt leszámítva szuverén államok alkották. Tehát külön hadseregese volt a német-római császárnak, ez egy sajátos birodalomnak tekinthető, de tény is aló, hogy hosszú életű birodalomról van szó. Még egy érdekesség itt felvetődött bennem, hogy, hogy a római birodalom, hát ilyen módon a örökösi címe, hogy valaki, hogy a több birodalom ezt szerette volna elérni, de mégis akiket, ameddig most eljutottunk, ott Róma nem is volt sok részen, mint város, a, annak a birodalomnak mégis római birodalomként említették, és, és végül is a kereszténység sem volt mindegyiknek kezdetektől fogva benne a kultúrájába. De mégis valahogy ez a kettő, ez kulcsfontosságú kulcs abban a tekintetben, hogy kereszténység, Róma, városa, abból a szempontból, hogy Róma örökös, római birodalmat valaki újjá tudja építeni, vagy ez, vagy ez igazából... Egy időszakos jellemzője volt a római birodalomnak is, hogy Róma legyen a központ, és a kereszténység is legyen benne fontos szerepben. Hát, hogy Róma legyen a központ, az végig állandó volt. Valójában a birodalom bukását is az okozta, hogy Rómát a barbárok elfoglalják és kirabolják, tehát ez egy állandó volt a róma központúság, a vallás, mint ahogy már korábban is szó esett róla, az azonban nem a kereszténység volt, és ugye, mint ahogy említettem is korábban, a bizánci birodalomban sem a katolikus vallás, római katolikus vallás lett az államvallás, tehát ez csak egy ideig volt a, a, az az elem, amit átvettek belőle, és gyakorlatilag a leginkább ez a vallási elemnek a hiánya a Frank Birodalomban még ugye egyértelmű, a Nagy Károly ugye az akkori világ legkeresztényi buralkodójának tekinti magát. A német császárságban azonban hát egyrészt nem tudta hatalma alá vonni ugye, tartósan Itáliát. A évszázadokon keresztül ugye a pápaság és a német császárság között folyamatos háborúk voltak, ki a tényleges hatalom, azért, akinek a lelkek feled van hatalma, a pápának, vagy akinek a tényleges világi hatalma van, a német-római császárnak. De ahogy ez a kérdés nyugvó pontra jutott, ugye a 1500-as években a német-római birodalom területén jelentkezik a reformációnak több irányzata is, és ugye új vallások keletkeznek, mind a mai tartó ugye, evangélikus, luteránus irányzat, illetve a református kálvinista irányzat, ugye, bár amikor ez megjelenik, akkor ugye már Svájc egyes kantonjai már kiváltak a német romai birodalomból, de a német romai birodalom a Ókori Róma késő időszakának keresztény vallását nem tekintette alapnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból a birodalom tartósabb tud lenni, mint maga az uralkodó vallás. Ezt mutatja a történelem. De természetesen a kultúra, az európai kultúra az a vallásnak a változásai ellenére is közös gyökerekkel rendelkezik. És ugye manapság is azt mondjuk, hogy a mai Európának a görög filozófia, a római jog, és a, ja, a keresztény kultúra, a keresztény vallása az alapja, ez gyakorlatilag hát a Római Katolikus Egyháznak a háttérbe szorulásával, a Reformáció megindulásával továbbra is megmaradt, hogy ennek a nagyon sokrétű, heterogén német-római birodalomnak a népei között nem volt sem közös vallás egy idő után. Közös nyelvük egyáltalán nem volt, ugye? Főleg német ajkú lakosság lakta, de nem kizárólagosan. Ennek ellenére ugye volt egy közös identitásképző erő, nemzetesen, hogy a régi római birodalomnak az örökösének tekintik magukat, és ugye a római kultúrából a koronként megújuló értékeket azt tovább kívánják vinni. Ez megmaradt. Érdekes azért belegondolni, amit most említett, hogy meg már több, több egyére, hogy, hogy nem volt elvárt, nem volt kötelező a birodalmon belül mondjuk egy vallást követni, vagy egy nyelvet se egy idő után, de mégis valahogy, mintha úgy értettem volna a hogy ez adta végül is a hosszabb a hosszának a, a bizonyos birodalomnak, hogy sikeresebben tudta hosszabban fenntartani, mert nem volt mondjuk kötöttségek között a, a birodalom lakói. De hogy, hogyan lehet elképzelni, vagy van -e erről bármiféle tudás vagy forrás, hogy az éppen a, a birodalmokon belül lakó ö, emberek, népek, akik így a római birodalmat akarták volna folytatni, miként tudtak akkor annyira összetartani, hogy ennyi nyelv, ennyi vallás, ö, miért tudott akkor sikeresebb lenni egy ilyen birodalom, ahol ez nem volt kötelezővé téve, hogy nekünk birodalmi nyelvünk van, vagy birodalmi vallásunk van. Mint az, akikről, mint említette, hogy akik nagyon elvárták, azok meg sokszor rövidebb ideig tudták fenntartani a, a birodalmukat. Igen, hát a birodalom fenntartásához a központi kormányzatnak a működése szükséges, hogy a területi kiterjedtség, hogy azt katonailag védeni tudják, kell egyfajta politikai vagy pénzügyi közösség. Gondoljunk csak arra, hogy a rómaiaknál is ugye a népek különböző pénzeket használhattak, de a közös valuta ugye a római, hol szeszterciusz, hol ezüst, majd aranypénzek, bronzpénzek voltak. Ugye minden birodalomnak, amelyik ugye hosszabb ideig fenn kívánja tartani magát, szükség van egy politikai közösségre, egy pénzügyi közösségre ma is, ugye a amerikai Egyesült Államok dollár, az Európai Uniónak, ugye euró, ugye a szovjet birodalomnak rubele volt. Tehát nem feltétlenül, nem feltétlenül szükséges az, hogy nyelvileg egynyelvű legyen egy birodalom, hogy fent tudjon állni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy közös kulturális értékeket kell vallaniuk ahhoz, hogy húzamosabb ideig ugye fent tudjanak állni, mert ha nagyon éles kulturális ellentétek vannak, akkor ezek egymással ugye szembe is tudnak fordulni. Na most az, hogy nem kellett közös vallásának lennie a német-római birodalomnak, ez nem ilyen egyszerű, mert ugye vallásháborúk hosszú évszázadokig tartottak, ugye az egyik ilyen legvéresebb a 30 éves háború eredményeképp jutott el oda Európa, ugye, hogy aki a föld, azért a vallás elv, tehát nem az állam, nem a német-római császár, ugye, aki akkor már Habsburg volt, az ő katolikus vallása határozta meg a népeknek a követendő vallást, hanem ugye a kisebb király, hercegség, püspökség, vagy város, köztársaságok, város államok is ugye léteztek ezen belül, tehát körülbelül a 1700-as évek felé, 1600-as évek közepe felé jut el oda az európai kultúrkör, hogy a vallást az nem lesz többé megosztó, ez a vallásháborúknak a tanulsága. Tehát a történelemben semmi nem egy pillanat alatt zajlik, hanem általában nagy kataklizmák tanulságaiként születnek meg tanulságok, amelyek Sajnos nem maradnak örök tanulságok, mert megfigyelhető, hogy az emberiség hajlamosan már egyszer megtanult dolgot újra elfelejteni, és ugye akkor újból meg kell tanulni a leckét. Például ezek a közös kulturális értékek, amik a birodalom felmaradásához kellenek, ott is ezt lehet megkövetelni, hogy ez legyen a közös kulturális érték, vagy ki lehet alakítani, nem tudom, hogy a Róma, Róma, mint fogalma, vagy a római birodalom eszmélyiségeben milyen tanulság volt ebben meg a római birodalom hát magukat örökösnek nevező birodalmai között milyen tanulsága volt annak, hogy hogyan lehetett közös kulturális értékeket megteremteni úgy, hogy közben abból ne belső, tehát mondjuk inkvizíció, vagy pedig belső üldözések legyenek, hogy hát ők, ők nem követik ezt a közös értéket, tehát hogy miként, miként lehetett ezt Erről mit lehet tudnunk erről a folyamatról? Hát gyakorlatilag a kultúra a úgynevezett középkorba, tehát lehet azt mondani, hogy a német-római császárság létrejöttétől kezdődően nagyon hosszú időn keresztül a vallásszentkönyve, a Biblia, és a jognak a szent könyve, idézőjelben szent könyve, a kelet-római császár Justinianusnak a törvénykönyvei, amelyet ugye 527 és 565 között uralkodó Justinianus császár gyűjtetett össze, ez a ókori romának az egyik legnagyobb értéke, és ez az, amit majd a későbbiekben Corpus juris civilisnek neveznek. Vagyis amikor Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást, a leggyakrabban kiadott könyv a Biblia természetesen, hiszen ö, ö, ugye a Bibliákat, ö, Bibliát elkezdik lefordítani nemzeti nyelvekre, ö, a ö, Bibliának a folyamatos kiadása szükséges. Másrészt pedig ö, államok születnek, államok szűnnek meg, de az új államok sem, semmiből indulnak, hanem a meglévő tudásból próbálják meg felállítani a mindig újnak mondott állami rendjüket, és ebből a szempontból pedig az államnak jogrendje van, jogrendre van szüksége, ebből a szempontból pedig a második legtöbbet kiadott corpusulis civilis a justánszi törvényműnek a részei voltak azok, amiket a legtöbbször kiadtak, és gyakorlatilag ez a két mű meghatározta, meghatározta az akkor írni-olvasni tudó emberek műveltségének az alapét. Csak nagyon a késő időszakban, a humanizmus időszakától, 1400-as, 1500-as évektől, a jogban inkább az 1500-as éveket mondjuk a humanista jogiskola időszakába, időszakának terjedt el a ókori antik világ egyéb értékeinek a tisztelete, így például az ógörög szerzőknek a ókorból fennmaradt műveinek ugye a részben szintén nemzeti nyelvekre való lefordítása, részben pedig szövegkritikai kiadások is megjelennek. Nincs más írott mű, amire támaszkodhatnának, és gyakorlatilag ez a kettő, illetve a művetebb embereknél ugye a, az obokori filozófiai, csillagászati, matematikai, orvosi művek, azok csak szűk állnak rendelkezésre. A nagy tömegek a Bibliát ismerik, illetve ugye a jogot azt a roma jog elveinek az alkalmazásával közvetlenül ugye minden birodalmi alatt való érezheti a saját bőrén. Mikortól változik meg a római birodalom és örököseik között az, ez a fajta felállás, hogy, hogy e, ilyen módon kivegyék a Bibliát, és mondjuk a római jogot így a, mondhatni így az alapműveltségek közül, mert, mert azért egy, idő után azt mondhatjuk, hogy azért ez nem, nem maradt meg ez a fajta Teljesen ez kőbevésve, ez a fajta két oszlop. Hát gyakorlatilag a Biblia, a keresztény értékek, azok laikus értékekké váltak. Tehát Európának a, a vallástalansága az csak a hitélet gyakorlásában szorult vissza, de lehet, hogy ez csak időleges, ezt nem tudhatjuk. Vannak időszakok, amikor a egyes vallásoknak az aktív gyakorlása háttérbe szorul, majd újra felélénkül, időben is, helyben is eltérően, de a magukat, vallásokat nem gyakorló, illetve hát ateista emberek is azokat az értékeket, amit a keresztény kultúrkör kialakított magáinak val. Csak így hozzávetőlegesen a tíz parancsolatnak az értékeit azt hiszem, hogy általánosan elfogadja valamennyi nem aktív valásos ember is. A másik pedig a római jog az csak abból a szempontból szorult háttérbe, hogy a korpuszoris civiliszt már nem alkalmazzuk a bíróságokon a mindennapi életbe, de a római jognak, a Corpus Juris civilis keresztül fennmaradt értékei, azok Európa túlnyomó részén egészen a 19. századig ugye, alkalmazásba voltak. A német-római birodalom ugye 1806-ba megszűnik, de Németországba egészen 1900. január 1-ig a római jog, a bíróságokon közvetlenül alkalmazott jog. Ezt követően Franciaországban szintén ezt követően pedig modern polgári törvénykönyvek vannak, akármelyiket nézzük, ami nagy hatású, az 1804-es francia kód civil, ugye a napóleoni kódex átveszi a római jognak, az elveit, sőt, meghatározó római mintákat követ, az 1811-es osztrák polgári törvénykönyv szintén jelentős mértékben támaszkodik a római emeknek, és a német polgári törvénykönyv, a BGB szintén hát a római jog továbbvívője. Az első kodifikátor vincseid az a római jognak a tanára volt az első tervezetnek az elkészítője. Tehát korpus juris civiliszt értékeit, jogintézményeit, szabályait, normáit nem a justánszi törvényből merítjük, hanem a hatására létrejött modern polgári törvénykönyvekből. Tehát a kútfő az változik, de a tartalom az csak nagyon lassan nagyon lassan alakul át, és néha hajlamosak vagyunk, akik ö, hát nem történeti távlatba gondolkodunk, negatív jelenségeket ö, világvége jelenségnek tekinteni, pedig csak múló divat jelenségekről ö, van szó ö, a, egy hosszabb ö, távú szemszögből, ha egy több évtizedes, vagy évszázados, vagy több évszázados szemvegen keresztül szemléljük a dolgokat, akkor nagyon sok hát ezeket az értékeket támadó negatív folyamat a későbbiekben jelentéktelennek fog tűnni. Tehát ezek az értékek jelen vannak. A kérdés az, hogy szükség van-e birodalmakra. Ne? Szükség van-e birodalmakra? Itt ö, említettünk ö, egy polgári törvénykönyvet, ugye a francia ö, ö, polgári törvénykönyvet, amit ö, ugye szintén a római birodalom egyik nagy örököse, a Napóleon ö, ö, hozott létre. Ez kifejezetten ö, rövid idejű ugye, birodalom, császárság, ö, 1800 ö, az, az évek elejétől, hát hogyha ha hozzáveszünk Napoleon uralmát 1799 végétől, ugye 1814-ig, vagy ugye még volt a száznapos visszatérés 1815-ig tarthatjuk, és ugye ebből a császárság az még később időben kezdődött pár évvel. Ez egy kifejezetten rövid idejű birodalom volt, de szintén a Róma örökösének tartotta magát. Ugye mielőtt ez a francia napoleoni birodalom létrejött, maga Napóleon magát ugye konzulnak nevezte ez tipikusan római állami vezetői pozíció. A császári címet ugye, ő is felveszi, illetve hát a Justinianust követve ugye a hadsereg mellett a jogrend átalakítását is középpontba állítja, és ugye azt is mondja, hogy ugyanúgy, mint hogy Justinianus tartós törvénykönyvet adott a népének, ő is ugye ilyent kívánt létrehozni, és hát a Napoleon Birodalom már feledés homályába húlt, de a napoleni törvénykönyv, ugyanúgy, mint a Justinianus törvénykönyve, természetesen az elmúlt 200 csak nem 20 évben jelentősen változott, de főbb vonalaiban azok a rendelkezések vannak, mind a mai napig hatályba, amit 1804-ben Napóleonnak a kodifikátorai megállapítottak. A francia császárság volt talán az egyik utolsó a birodalmak, európai birodalmak tekintetében, ami amelyik leginkább ö, ö, ugye másolni ö, igyekezett a ö, ö, a római birodalmat ugye a jogforrások tekintetében is Senátus konzultummal ö, rendelkezett császári ö, rendeletek ö, léteztek számos római intézményt ö, igyekeznek ö, meghó, ö, megújítani ugye a, tribunátus, a római néptribunusi intézmény, persze nem ugyanaz a tartalommal, eltérő tartalommal, de még érződik, tehát az 1800-as években is, a Európában a legnagyobb tekintélyű állam a több mint ezer, csak nem 1500 évvel nem létező nyugat-római birodalom jelenti. Well, sajnos kezd a műsornak a vége felé járni, viszont nagyon, nagyon érdekesnek tartanám azt, ha vehetjük így, és remélhetőleg még akár lehetne folytatása is ennek a témának, mert erről lehetne még beszélni, de most legalábbis az első rész vége felé. Miként gondolhatunk arra, hogy ez a... A római birodalomnak a, a, a végezté, tehát hogy mondjuk a folytata, folytatásában, tehát itt már föl, föl, fölvázoltuk azt, hogy, hogy több birodalom is ö, folytatni akart a római ö, birodalmat. Mégis annak mi a tanulsága, hogy miért állt fönn ezt több száz évig, hogy a római birodalmat ö, ö, akarták feleleveníteni, és hogy ez ö, ennek mi a tanulsága, vagy, és ennek, hogy van-e folytatása, tehát hogy van-e arra kilátás, hogy ez ö, ez, ez most még máig tart, vagy most hol tartunk, tehát most is a Római Birodalom ö, mat, ö, akarják mondjuk több helyen felújítani, vagy pedig ezt úgy vehetjük, hogy a történelemben ezt tartott ez a idézőjelben divat több száz éven át, tehát már most már Napollonnál járunk, és még mindig Római Birodalom ö, tehát elemeit ö, emelik, ö, emelték ki akkor hogy e, mit, lehet, mit lehet, ez most nyilván erről nem lehet, gondolom, fix kőbevésett válaszokat adni, de viszont mégiscsak érdemes elgondolkodni rajta, hogy a római birodalom, mint olyan, miként, miért élt ilyen sokáig legalábbis a hagyományokban, és hogy ennek miként lehet a jövője, mert valamilyen szempontból azért a mai Európai Unió is a római birodalom területén mozog, sőt, mi több, akkor zárásként fölvetném azt, hogy még Boris Johnson még egy tavaly is felvetette azt, hogy az új, egy, lehetne egy új Európai Államszövetség megalakítását úgy létrehozni, hogy a római birodalomnak a egykori határait ölelje az föl, amiben beletartozik Észak-Afrika is, tehát hogy egy szélesebb spektrumú lenne, mint a mai EU. Igen, tehát a, római birodalomnak a mintája az napjánkban elhalványul, ugye mi lett ennek a magyarázata, ez a 20. századi sajátos és sajnálatos diktatúráknak a negatív hatása, ugye, hogy a olasz fasizmus, Mussolini állama számos római jelvényt átvett, ugye maga a fasizmus szó is a konzulokat kísérő liktoroknak a jelvényéből, a fascesből jött létre, illetve a hitleri harmadik birodalomnak a köszönésében számos elemében szintén római minták, jelvények hát tűnnek fel, és ennek a, ez a korszaknak a megítélése negatív, úgyhogy napjainkban nem gondolnám, hogy a római birodalom ugyanolyan vonzó lehetne, mint ahogy a korábbi évszázadok álmaiba volt. Másrészt pedig manapság a kultúra, az írni, olvasni tudás az általánosnak mondható, és a világ most már nem csupán Európa, hanem hát a többi földrész felemelkedő állama is egyre meghatározóbb szerepet játszanak, tehát ez az Európa központúság megszűni látszik, és a mintáknak a lehetősége az hát kibővült, tehát egyfajta gazdagság van ebből a szempontból. Na most a római birodalom és a napjainknak az Európai Uniója közötti kapcsolat azért lehet érdekes, mert körülbelül ugye területileg ugyanekkora kiterjedtségű volt fénykorában a principátus második századának idején a Római Birodalom, mint amilyen az Európai Unió, azonban ugye ez egy földközi tengermedencél körülöldő birodalom volt, az Európai Unió pedig ugye éjszakabbra tolódott, az észak-afrikai területek kiestek, ugyanakkor a rómaiak idejében barbár területek, germán, északi területek, Skandinávia, közép-európának a Dunavonától északra eső területek is keleti részek, ugye az Európai Unió területét alkotják, amelyek soha nem voltak a, a római birodalomnak a, a részei, tehát, ö, hogy úgy mondjam, a római kultúra és a római jognak a hatása sem terjedt már ki sajnos valamennyi Európai Uniós tagállam elődjeire. Ezért ilyen szempontból ugye ez. Hát semmiképpen nem egyszerűsíthető le, hogy csak a régi dicső korszakot fel kell eleveníteni és minden jól fog működni. Boris Johnson hozzászólásával kapcsolatban annyit, hogy hát a második században ugye a római birodalom része lesz ugye, a, 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 a brit szigetek, és nem az ókori rómaiak idején hagyják el a római császárságot a britek, hanem a 21. században, ugye, tehát a Boris Johnsonnak a Európai Unióval kapcsolatos elképzelései az hát mindenképpen ugye, egy unióról kívülről érkező vélemény. Semmiképpen, hát amíg Nagy-Britannia tagja volt az Európainak, ilyen törekvések nem voltak. Ráadásul ugye a római jog az a az angol száz világba nem érvényesült, tehát egy ö, értékrendbeli, egyfajta kulturális gondolkodásbeli modellbe ők ö, ö, több mint ezer évvel ezelőtt már ö, a kontinentális Európa túlnyomó részétől ö, régen elhajlottak, viszont ö, továbbra is ö, mondani lehet azt, hogy azok az értékek, hogy a ö, jogot, ö, törvények ö, szabályozzák, hogy bíróságok működnek, hogy hallgattassék meg a másik fél is a vitákba, ezek az értékek feltétlenül hát érvényesülésre, érvényesülni kell, és bízunk benne, hogy néhány hát negatív például ellenére azért érvényesülni fognak a, a jövőben is, a, az Európai Unió tekintetében is, bár hangsúlyozni szeretném, hogy a, az Európai Unió az nem egy birodalom, hanem ugye egy, egyfajta államoknak a szövetsége, és hogyha ezt az európai együttműködést fel is váltaná egy föderalisztikus, berendezkedés, akkor sem válna ugye birodalommá, mert ma is vannak federalisztikus államok, ugye, ahol több nép feled van egy központi állam, gondoljunk csak Svájcra, vagy pedig Belgiumra, mégsem tekintjük őket ugye birodalomnak. Ugye a birodalomban az egy nép, vagy az egy uralkodó csoport több népek felett uralkodik, anélkül, hogy ugye ezek őket megkérdezték volna, addig ugye egy federalista berendezkésű államban ez az együttműködés, ez egy önkéntes ö, együttműködés. Tehát ha egy federalista Európa, ha létrejön, akkor ennek a létrejöttéhez szükséges a önkéntesség. Mert ha nem önkéntesen jön létre az európai államok feletti ö, szuperállam, akkor viszont ténylegesen előfordulhat, hogy birodalom lesz és hogyha birodalom lesz, akkor ki fog ennek az európai birodalomnak az élén állni tekintettel arra hogy vannak monarhiák, vannak köztársaságok, hogyha a köztársaság szerű vezetője tehát valami fajta elnöke lesz az Európai Uniónak akkor ennek az Európai, államnak az elnöke, az a spanyol királynak, a belga királynak és az európai monarcháknak felettese lesz, mint ahogy a német-római császár volt a cseh királynak, vagy pedig hát nem egy elnököt választanak, hanem egy császárt választanak, ugye, aki királyok fölött állhat, és akkor császár fog a köztársasági elnökök felett állni. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen irányban nem is, mert nem is hallunk ilyen ö, törekvéseket, hogy ö, ö, Európa ö, ilyen birodalom irányába ö, kívánna ö, újra szerveződni. A föderalizmus az pedig, mint ahogy említettem, ugye az önkéntességet feltételez, ö, és hát ahogy látjuk napjainkban ez a, az önkéntesség, ez számos európai tagállam, részéről hiányzik a föderista irány felé való elmozduláshoz? Nem, nem tudom kiadni, akármennyire ö, nyilván ez egy tágabb témát ö, nyit ki, de ö, ha azt figyelembe vesszük, hogy a mai napjainkban ö, nem divatos és nem is illik birodalmat mondani, vagy ö, császári ö, pozícióra törnie valakinek, de mégis azért vannak ö, olyan ö, felvetések, hogy mondjuk egy Európai Egyesült Államok, ebben nincs benne az, hogy birodalom, meg nincs benne az, hogy egy, egy központú, de mégis azért van egy olyan hangsúly vagy én azt vélek felfedezni, ami arra utal, hogy akár ez egy központosított birodalom már is nőhet, de ez csak egy lehetőség. A kérdésem igazából arra irányul, hogy ha nem is menne végbe az a folyamat, hogy mondjuk mindenki önkéntesen az egész Európa egy egységbe tolódik, egységbe tömörül, mert mindenki jelentkezik, hogy hát legyen így. De, ha, de mégis milyen jelei vannak annak, hogyha nem, nem, lesz hivatalosan kérve, vagy birodalom, de mondjuk azért már birodalmi irányba mozdulna el akár egy Európai Államszövetség, de máshol is. Tehát ez egy ilyen, mint egy tanulságként érdekel engem, hogy miként, mit lehet, miként lehet tetten érni azt, hogy birodalom van alakulóban, és nem pedig csak egyenértékű államok egyeztetnek valamire. Ugye ez az Európai Egyesült Államok eszméje, ez ugye hasonlít az Amerikai Egyesült Államoknak a elnevezéséhez az Amerikai Egyesült Államok föderalista állam, ugye közös kormányzattal, közös pénzzel, és van központja is, ugye Washington, és ugye az Európai Egyesült Államoknak, ha létrejönne, akkor annak is kell, hogy legyen valamilyen központja, illetve valamilyen szövetségi kormánya. Ha ez a föderalista felfogásnak megfelelően a egyesült föderatív államot alkotó részeknek az önkéntes akaratából jön létre, akkor az nem birodalom. A birodalom, akkor beszéltünk birodalomról, hogyha a kormányzott népek akarata ellenére a központi kormányzat az ott élők döntéseivel ö, ö, tartósan szemben hoz döntéseket. Vagyis, ugye, amikor a demokratikus, a föderist államokra jellemző demokratikus ö, eljárásrend megszűnik, és teszem azt, ö, azt mondanák, hogy nincs egyhangúság elve, hanem majd a kettő nagy, a három nagy, az öt nagy, a magországok, az Eurózóna tagjai, vagy valami más megjelölt közös értékek mellett szerveződő szűkebb kör eldönti a fejlődésnek az irányát. A fontosabb konfliktusok esetén ők hoznak döntést, a többieknek pedig ugye, ezt ö, végre kell hajtaniuk. Hangsúlyozom, elképzelhető, hogy van federalisztikus. Állam, ahol nem egyhangúsággal, hanem miniszter többséggel hozzák meg a fontosabb döntéseket, de akkor, hogy erre az eljárásen rátérünk, ehhez közös döntés kell. Tehát ennek az elindításához is ö, egyhangú közös döntés kell. Ha ez ö, nem egyhangú közös döntéssel alakulna ki, akkor az már birodalmi jelleget önte, ö, öltene, illetve hogyha ö, Semmilyen fajta, tartósan, semmilyen fajta beleszólása a megfelelő népességgel, gazdasági erővel rendelkező, alkotó ugye, tagállamoknak nem lehetne beleszólása a, a meghozott döntésekbe, számukra csak végrehajtó szerep hárulna, akkor az tipikusan birodalmi jellegű működés lenne. Hát vannak ennek jelei hogy ilyen törekvések vannak. Én úgy gondolom, hogy nincs realitása Európai Birodalom létrejöttének. Úgy gondolom a hallgatók nevében azt tudom mondani, hogy elég nagy ívet tudtunk ebben a idézelben rövid műsoridőben befutni, és nagyon köszönjük a vendégünknek, hogy eljött a stúdiónkba adásunknak ilyen módon a végére érkeztünk, és a visszapillantó műsorunkban a római birodalom továbbélése volt a témánk, amiről vendégünkkel Pókec Kovács Attilával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával beszélgettünk itt a stúdióban. Nagyon köszönjük professzor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.